Az Üveg első hivatalos előzetese az idei Comic-Conon debütált, és a mindössze 3 perces bemutatóba több tucat gyönyörűen megkomponált képet és hátborzongató jelenetet, illetve még egy emlékezetes egysorost is sikerült becsempészni. That sounds like the bad guys teaming up. Megpillanthattuk Sarah Paulsont is a szuperhős jelenséggel foglalkozó terapeuta Dr. Alice Staples szerepében. Az Anya Taylor-Joy által alakított Casey Cook is visszatér, valamint végre David Dunn, Mr. Üveg és Kevin Kendall Crumb is egy helyiségben tartózkodnak. Most alaposan kivesézzük az előzetes minden részletét, ezért az erre érzékenyeket figyelmeztetjük, hogy spoilerek következnek. Az előzetes Staple karakterének bemutatkozásával kezdődik, a doktornő saját bevallása szerint olyan betegekkel foglalkozik, akik meg vannak róla győződve, hogy szuperhősök. Nos, maximum 1/3 részt van igaza, ugyanis mi erősen kételkedünk benne, hogy Mr. Üveg és Kevin hősként tekintenek magukra. Staple emellett arról is említést tesz, hogy az általa vizsgált tudományterület egyre növekszik, szóval nem kizárt, hogy még több szuperképességekkel rendelkező szereplővel találkozhatunk majd a film során. Dan, Mr. Üveg és Kevin intézetbe kerültek, és egy nyugtalanító rózsaszín szobában múlhatják az időt. Az intézmény két szobáját is közelebbről szemügyre vehetjük, az egyikbe mintha locsolókat, a másikba pedig mintha reflektorokat szereltek volna. Ezeket valószínűleg a 3 különleges páciens megfigyelésére vagy megfékezésére szerelték fel. És most térjünk is vissza a 3 férfira, akik Dr. Staple-lel beszélgetnek a rózsaszín szobában. A széttörve egyik jelenetében Kevin egy olyan hasonlattal él, miszerint személyiségei egy sötét teremben üldögélnek, arra várva, hogy kiléphessenek a fényre, azaz, hogy uralni kezdhessék a testét, még ha csak egy kis időre is. Ezek a személyiségek néha összefognak, máskor pedig küzdenek egymás ellen a hatalomért, és nagy eséllyel a 3 főszereplő között is ez a dinamika fog fennállni, mikor megszöknek majd az intézetből. A Sebezhetetlen folytatásához illő módon jó sok képregény van az előzetesben, ami azért is fontos, mert Staple szerint főszereplőink képregény karakterek látják magukat. Még egy rövid pillantást is vethetünk egy képregény hősre, aki úgy hajlítja meg a rácsokat, mint Kevin a széttörve egyik jelenetében. Az előzetes ezután Dunra koncentrál, aki régi szokásához híven köpenyében áldogál az esőben, és felnőtt férfiakat haigál, mintha azok csak tolpihék lennének. Az első rész történéseinek ellenére Spencer Treat Clark is visszatér a filmbe Dan fiának szerepében. Miután Dan szó szerint Kevinbe ütközik az utcán, kiderül, hogy a férfi pompomlányokat tart fogva egy pincében, és meghazadt személyiségének több oldalát is felvillantja előttük, köztük természetesen a bestiát is, akinek még egy hajléktalant is van ideje terrorizálni. Most pedig jöjjön a film címszereplője, Mr. Üveg. A férfi összerak vagy szétszerel valamilyen furcsa szerkezetet, miközben Dr. Staple az intelligenciáját dicséri. Ezután Dan és a bestia összecsapásából láthatunk néhány villanást, ami nagyon úgy néz ki, hogy Mr. Üveg tervének a része, amit az árnyak közt tolószékében üldögélő figura főgonoszokra jellemző beállítása is alátámasztani látszik, mely valóban egy trilógiává fogja össze az eddigi 3 filmet. Az előzetes legnagyobb fordulatának mindenképp Mr. Üveg és a bestia összefogása számít, így Dunra marad az a feladat, hogy megállítsa őket. Már a legfőbb gyengesége, a víz nem áll útjába. Talán Casey Cookról is kiderül, hogy különleges képességei vannak, és ő is csatlakozik a harchoz. Elvégre a képregényben látott egyik szereplő megszólalásig hasonlít a lányra. M. Night Shyamalan filmje előtt nehéz feladat áll, ha méltóképp kívánja lezárni ezt az ambiciózus trilógiát, minden esetre 2019. január 17-én kiderül, sikerül-e összehozni a bravúrt a rendezőnek. Ti kiszúrtatok valamit az előzetesben? Írjátok le oda komment formájában. Köszönjük szépen a figyelmet, legközelebb újra találkozunk. Sziasztok!